Kisköre szerepvállalása évek óta nélkülözhetetlen a folyó tisztító munkában. A vízügy oldaláról az idén 50 éves kiskörei vízlépcső a hulladék megállításának egyik kiemelt eszközévé vált. A vízlépcsőnél az év során folyamatosan emelik ki a partra a hulladékot. A PET-kupa látványosan fejlődő kiskörei folyómentő központja az ismeret terjesztésen túl a hulladék szakszerű szelektálásáról gondoskodik. Mondhatni, hogy vízjárás függvénye az érkező hulladéknak a mennyisége. Nagyobb árhullámok több hulladékot hoznak, hiszen a határainkon túli folyó meder közelében lévő lerakatokról egy nagyobb áradás több hulladékot rabol el, kisebb áradásoknál kevesebb érkezik. Nagy szerencse és egy különleges műszaki adottsága a kiskörei vízlépcsőnek, hogy kisebb és közepes árhullámoknál meg tudjuk állítani az érkező uszadék és hulladék mezőt. Lényegében itt összetorlódik, és ez már nem jut a kiskör alatti több mint 400 kilométeres folyószakaszra egészen a Dunáig. Természetesen nagyobb áradásokkor erre nincs mód, hiszen nagy árvíznél, a kisköré vízlépcsőn is az áradással együtt átjut a hulladék. Viszont az utóbbi években, mondhatni már több mint 10 éve, kisebb és közepes árhullámok érkeznek, így gyakorlatilag folyamatos nálunk a hulladéknek a megállítása, illetve a partra történő kirakása, ott szelektálása anyagfajtánként, ennek nagy részét vissza is adjuk a gazdaságba újrahasznosításra. A Közép-Tisza vízügyi igazgatóság szakértelmével évek óta sokat tesz a hulladékhelyzet javításáért. Nem csak hivatalból segítenek, hanem önkéntesekkel is jelen vannak a versenyeken. Az évek során szorosra fűzött szakmai kapcsolat elismeréseként a verseny díjátadóján a PET kupa szervezői köszönetképpen vehettek át egy vízállásokat jelző cseppformájú üvegből készült emléktárgyat a Kötivíziktől, áll a közleményben. Az Energiaügyi Minisztérium támogatásával zajló környezetvédelmi akció dobogós csapatai első helyezett a Siemens Energy 254 zsák összegyűjtött hulladékkal. Második helyen végzett a Siemens Evezők Sök 173 zsák hulladékkal. Harmadik helyezett a Kötivízik 117 zsák hulladékkal. Tisza Hősedíj, azaz a legtöbb egyfőre jutó összegyűjtött hulladék a Siemens Energy csapatáé.